Köszöntöm az Együtt magazin nézőit, ezúttal is érdekes színes témákkal készültünk a mai magazin műsorunkban, érdemes lesz velünk tartani. Ha nyár, akkor Székesfehérvár, és hogyha Székesfehérvár, akkor bizony meg annyi látnivaló. Összegyűjtöttünk néhány olyan helyszínt itt a városban, ahova mindenképpen érdemes ellátogatni, legyen szó a helyiekről, vagy éppen a turistákról. Ebben a házban sem lakott Albert Einstein 1912 és 1916 között. Ez a szokatlan, ám de mégis különleges látvány tárul elénk a Jókai utca 7-es számú épületénél. Az emléktábla Kocsis Balázs szobrász művész keze munkáját dicséri. A nagy fizikusról készült alkotását, amely egy áprilisi tréfának indult, mindenképpen érdemes megnézni, hiszen látványa is története humorban gazdag, és egyben izgalmas is. Érdekelt, és akkor egyszer megcsináltam a portréját, de hát semmi közünk hozzá, tényleg a világon semmi. És akkor kicsit talán még bosszantott is, amikor Svájcba meg Prágába találkoztam különböző feliratokkal, hogy itt élt ekkor, és akkor úgy beugrott. Hát nálunk meg sose élt, és mondjuk így összeállt a kép, nem volt nehéz, és hát nem lakott itt soha. De nem csak ez az egyetlen megmosolyogtató alkotás gazdagítja városunk szívét, Mújkó, a Bohóca, városházterének vidám szobra. 2007 óta fogadja az ideérkezőket. Ezt még az évente megrendezésre kerülő kortárs művészeti fesztiválra készítette Kocsis Balázs. Mújkon jól látszik, a részletek is nagy hangsúlyt kaptak a készítés közben. Előtte van egy beszélgetés, mi úgy hívtuk, hogy az öreghegyi Tóth Pistával, az egykori művházigazgatóval. Arról beszéltünk, hogy valahova ezt fel kellene tenni. Van egy ilyen ötletem, hogy a levegőben egy bohóc, egy drótkötélen ül. Csak nem volt meg a technikája. Tehát nem volt meg az, hogy hogyan csinálom meg. Gondolkodtam, hogy mit tudom én, a 60-as, 70-es évek hipizmusa létrehozott meg a kor ilyen műanyag szobrokat, poliészterből és nem tudom miből, ez is úgy benne volt, de aztán teljesen véletlenül rákattam erre a technikára, egy megrendelésem, mivel egy restaurátor vagyok, és volt egy ilyen megrendelésem, hogy egy szobrot kellett, ami lemezből készült, helyrehozni, és így megtanultam a technikát, és akkor, tehát az élet ilyen folyamatos véletlenekből áll össze szerintem, és akkor meglett, hogy na, megvan, hogy mit akarok csinálni, hogyan akarom csinálni. Volt akkor még, sajnos azóta meghalt egy nagyon kedves ötvös barátom, a Molnár Laci, aki nagyon jó volt a részben, és akkor összeálltunk ketten, és nekiálltunk, ezt megcsináltuk pár hónap alatt. Hát akkor volt egy ilyen kortárs művészeti fesztivál, bejelentkeztem, hogy zászlót tennék ki. Hát tényleg ott a kezébe a zászlót, tehát olyan nagyot nem hazudtam. Azt a város úgy döntött utána, hogy maradjon, és megvette, úgyhogy így ez a története. Még annyit elmondanék róla, hogy amit jelent, ami nem csak egy egyszerű bolondő, az udvari bolond az szerintem egy nagyon-nagyon fontos, és szerintem talán hiányzó része a társadalmi rétegződéseknek. Ugye ő az utolsó előtti, tehát ő még megmondhatta a nagy uralkodónak mindig, hogy mi a helyzet. Néhány lépéssel arrébb pedig már egy másik történetbe, másik korszakba, de mégis egy igazi időutazásba csöppenünk. Ez a vörös márvány diszkút minden nap szemet gyönyörködtető látvány a város szívében. Az országalma Fehérvár védjegye, amit Óman Béla szobrász művész alkotott. 1943-ban állították fel, Fehérvár történelmi múltját hivatott szimbolizálni. Azt a múltat, amikor a város a Magyar Királyság fővárosa, koronázó városa. Rengetegen szeretnek itt fotózkodni. Kati mamának a fején van a karik. És ha belváros, akkor Kati néni, ő a fehérváriak jó ismerőse, és egyben a város egyik kedvelt helyszíne a fényképkészítéshez. Az egykor közismert és kedvelt piaci kofa orrát már fényesre csiszolták az érintéstől szerencsét remélő városiak.
Bronzba öntött alakja a járókelők kedvence lett az elmúlt években, de a turisták számára is népszerű helyszín. Megkerülhetetlen talán az egyik olyan munkám az elsők közül, aztán azóta is meghatározó Kati néni, ezt természetes, mondjuk ez az első olyan figurális szobrom nyilvánosságon, ami megjelent. Azt azóta azért, hogy hál' Istennek még követtem el egy pár más dolgot is. A felsővárosi Fertályos asszony már a igazi turista látványosság lett. Nyíregyháza mellől jöttünk egy kis faluból, Kótajból, és most itt szétnézünk a főtéren, megnézzük az országalmát, és valamikor itt volt talán egy ilyen régi ásatásos rész, azt is szeretnénk megnézni, és a Borivárba szeretnénk még elmenni. Ide, ahol a kövek beszélni tudnak, a várat Bori Jenő szobrászművész és építészmérnök építette saját tervei és fantáziája alapján 40 nyáron keresztül, emléket emelve a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A vár telkét még 1912-ben vásárolta meg, de annak építésébe csak az első világháború után kezdett. A helyszín évtizedek után is Székesfehérvár egyik legkedvesebb színfoltja, diákcsoportok, helyiek, turisták, jegyespárok és házasulandók is szívesen látogatnak ki Öreghegyre. A Bori vár igazi különleges helyszín, ugye itt Székesfehérváron, mindenki ismeri. A pároknak szinte egyértelmű, hogy ha kastély, vár jellegű képeket szeretnének, vagy szertartást szeretnének, akkor ide jönnek a Székesfehérvár és környékiek, tehát a Bori vár mindenki számára ismert, és több helyszínen is lehet itt a Bori váron belül szertartást tartani, hát fotózkodni pedig ugye korlátlanul bárhol lehet. Ahol most vagyunk, ott is szoktak szertartásokat tartani, illetve hátul a Szökőkút környékén, az árkádos résznél, ugye attól függ, hány fős a násznép, milyen a pár, mit képzel el magának. Egyedül az időjárás lehet akadály, hogyha egy szabadtéri szertartást álmodik meg a pár, akkor mindig kell gondolni B-tervre is. Amilyenek a párok, annyi lehetőség van, tehát amennyi ember, annyi féle lehetőség. Két irányvonalat lehet megkülönböztetni. Vannak, akik a hagyományos, klasszikus vonalat képviselik, tehát ragaszkodnak a hagyományokhoz. Tegyük fel, a szüleik is a Borivárban, vagy valamilyen másik helyszínen fotózkodtak, akkor ők is ott szeretnék a nagy napjukon megörökíteni a fotókat. Rózsaliget, Csitárik út, a látvány itt is magáért beszél, ezen a helyszínen is tökéletes lehet egy romantikus fotózás, egy nyáresti séta, de felfrissülni is ide járnak a helyiek. A közel 200 méteres mélységből feltörő népszerű ásványvizet, a Csitári vizet gyakorlatilag véletlenül fedezték fel termálforrás keresése közben. Savanyú íze és magas ásványanyag tartalma miatt nagyon szeretik fogyasztani az emberek. De nem csak maga a víz és a látvány okozhat örömet, ha a ligetben járunk, a kellemes harangjáték az év minden szakában nyugalommal tölti meg az ember lelkét. És a listánk ezzel még közel sem ért véget, hamarosan újabb helyszínekkel jelentkezünk, melyeket szintén érdemes megtekinteni itt Székesfehérváron. Erőfényes napsütés, jó hangulat, gyerekek, természet. Horgásztábort szervezett a székesfehérvári köztéri kincs megálmodója, Varga Horváth Melinda. A kezdeményezés egy sárbogárdi gyermek kérésére jött létre. Csoportos vetélkedők, sorversenyek és a várva várt horgászverseny. Tábort rendeztek Székesfehérváron a Palotavárosban pecakedvelő fiúknak, lányoknak. A rendezvényt egy igazi harcos, a sárbogárdi Erős Balázs gyógyulása érdekében szervezték. Csónak végre teszed, aztán kérdezik. Balázsnál 8 éve Evans szindrómát diagnosztizáltak. Ez egy ritka autoimmunbetegség, amelyben a szervezet antitesteket termel. Ezek elpusztítják a vért. Betegsége gyógyítható, hamarosan kiveszik a lépét. Ezután következik egy hosszabb felépülés, és Balázs újra hódolhat a szenvedélyének. Imádok horgászni, hát igazából az lett most az életem nagyjából, ugye a betegségem miatt. Nem tudok ugye más sportot csinálni, ugye.
futni, ugye ilyesmiket nem tudok, ugye, sajnos. És így a horgászat lett így a hobbim. A lépkivétel után az orvosok szerint, ha beáll a hemoglobin szinte arra a szintre, amire kell, akkor 2 év után mondhatják azt, hogy meggyógyult, és soha többet nem kell visszamennünk orvoshoz. Hát az első idő, amikor kiderült a betegség, az nagyon nehéz volt, ugye, mert nem tudták megmondani, hogy micsoda, hanem rá 3-4 évre a csontfelővételek után, hogy nem leukémia, mert két fajtája fennállt nála sajnos. De hát nem lett az, hanem ez az Evans-szindróma, ami lett a diagnózis neki. Minden napok, hát ugye odafigyelni rá, egyedül nevelem, ugye, hát odafigyelni, hát 24 órában, főleg amikor lemegy a hemoglobint ilyen 60-asra, akkor azért oda kell rá jobban figyelni. Sokkal jobban, mint egy normális gyerekre. Nagyon várta, hogy elkeseredett kedre, hogy vissza kell mennünk, de szerintem 100%, hogy most feltöltődött, és elvették róla a figyelmét, hogy mi jön még neki ezután. Úgyhogy nagyon jól érezte magát, ez biztos, mert mondja, meg mondta otthon is tegnap. Jött egy vendégünk, Erős Balázs, akit nagyon nagy szeretettel fogadtunk. Ő egy nagyon nagy harcos kisfiú, és első körben szeretnénk neki átadni az adományokat, és amit ő neki szánunk, hogy sok erőt adjunk neki, mert most egy nagyon hosszú útra fog indulni a gyógyulás reményében, ami sikerülni is fog neki. A rendezvényt egy hétköznapi hős, Varga Horváth Melinda, a köztéri kincs megálmodója szervezte, társával együtt segítenek a rászorulókon. Balázs kérésére az interneten talált rá. És úgy döntöttem, hogy ő megérdemli azt, hogy boldoggá tegyem neki ezt az egy hetet. Sajnos ebből csak ugye 2 nap lett, mert közben súlyosbodott az állapota. Nagyon sok jó ember van itt a horgászok között, és iszonyatos erővel pár nap alatt összejöttek az adományok, és ezek többnyire magánemberektől. Persze a HOFESZ és a MOHOSZ-nak is nagyon sokat köszönhetünk, mert partnerek voltak mindenben. Balázs az egyhetes táborban rosszul léte miatt csak 2 napon tudott részt venni, de a kevés idő ellenére is sokat pecázott. Több halat is fogott emellett, számtalan meglepetést és rengeteg szeretetet kapott. Csatlakoztam a Melinda felkéréséhez, mint horgász, horgászszervező kötelezettségemnek éreztem, hogy Balázs támogassuk. Ajándékokat vettünk neki. Sajnos, mivel az idén már ugye műtét után az egészség állapota az valójában nem fogja jóvá tenni, hogy versenyünkön részt vegyen, de felépülés után szívesen meginvitáljuk egy-két horgász versenyünkre, amire bízunk benne, hogy erőteljesen részt fog venni. Balázs, gratulálok a gyönyörű kupáthoz, nagyon ügyes vagy. Mit érzel most? Köszönöm szépen. Hát el nem mondhatatlan érzést. Nem találok rá a szavakat, ugye. Tegnap kb. Ilyenkor találkoztunk. Mi történt ez alatt az 1 nap alatt? Hát ez az egy nap alatt, hát horgáztam sokat, ugye jól éreztem magamat, sok élményben volt részem. Fogtál halat, és ha igen, akkor miért? Hát igen, fogtam halat. Tegnap fogtam 3 darab pontyot, most 3 darab tükröspontyot, 3-4 kilós súlyok voltak, és ma pedig 3 darab törpeharcsát, meg 2 darab kárász fogtam. Kívánunk neked minden jót, meg fogsz gyógyulni, csak ilyen ügyesen tovább előre, és alig várom, hogy újból forgassunk itt, mi együtt, jó? Én is nagyon várom, köszönöm. Honfoglalás, 1848-49-es forradalom és szabadságharc, első és második világháború. Többek között ezekben nyerhettek bepillantást azok a gyerekek, akik múlt héten részt vettek a Honvéd Hagyományőrző Egyesület táborában.
örömmel vették kezükbe a gyerekek a középkori harceszközöket a Dínyési Várparkban. A kicsik nem csak érdekes programokon vehettek részt, hanem új barátokat is szerezhettek a Honvéd Hagyományőrző Egyesület táborában. Sok barátom van, most két testvérem eljött velem, és nagyon jól érzem magam. Azért jöttem el ebbe a táborba, mivel kutakodok az ilyen régi honfoglaláskori jelképek miatt, meg ilyen dolgok véget is. És nagyon jó, meg sok új barátot is szereztem. A gyerekek ebben az 5 napban megismerhették az 1100 éves magyar hadtörténetet. Mindegyik napon más-más korszak elevenedett meg. Az ötlet tavaly született meg, amikor a 170 éves magyar honvédség tiszteletére egy vetélkedőt hirdettünk meg középiskolások számára, és mivel láttuk, hogy mekkora érdeklődést tanúsítanak a fiatalok a hadtörténet, a magyar hadtörténet és a hagyományőrzés kapcsán Magyarország története iránt, ezért született ez az ötlet, hogy próbáljuk őket még egyszer megmozdítani. Ahogy említette, kicsik. Vannak kicsik és nagyok, mert 10-től 17 éves korig vannak a tábor részvevői, kereken 20-an. Hát nem kisebb feladatra vállalkoztunk, mint 5 napban az 1100 éves magyar hadtörténetet kívánjuk bemutatni, illetve megismertetni azokkal a fiatalok, akik a táborunkba jöttek. Első nap a honfoglalás kora volt tegnap, ahol a fehérvári hagyományőrző íjászok mutatták be tudományukat, és adták kézbe természetesen azokat a fegyvereket, amivel őseink hadakoztak. Ma, ahogy a felvétel is készült, Dínyésen vagyunk a Várparkban. Itt megismertük középkor magyarországi várakat, illetve Bence Tamás nagymester tartott a törökkori időkből egy igen hangulatos és nagyhangú bemutatót. Átöltöztették a hadsereget egy idézőjelben terepszínű egyenruhába, ami jobban megfelel a harctéri körülményeknek, mint a kék zubbony, a világos kék nadrág, amiben előtte ugye jártak a katonák. Elméleti előadásokkal kezdődött a tábor negyedik napja, amikor az első és a második világháború kapta a főszerepet. Élményt kell adni a gyerekeknek, ez fogja meg őket, ez fogja őket megragadni, azért kell kézzelfoghatóan a hadtörténetet bemutatni. Vannak előadások, remek előkészített előadásaink vannak, Táboros Izsuza tanárnő minden korszakot egy korszak előkészítő felvezető foglalkozással, gyerekeknek íródott foglalkozással készít elő. Utána szerencsére olyan jó előadókkal rendelkezünk, akik le tudják kötni beszédükkel, mondandójukkal a jelenlévőket, de a fő hangsúly az természetesen a gyakorlati bemutatás, a mindenkornak meghívtuk a Fehérvári Fehér megyei hagyományőrző szervezetét. A magyar hadtörténet tapasztalatszerzéssel egybekötött megismerése nagy hatással volt a résztvevőkre. Megismerkedtünk a honfoglalással, a sötét középkorral, a 48-as szabadságharccal. Igaziból én nagyon élvezem ezt a tábort, jó a közösség és a felügyelők is kedvesek, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom. A program sokat segít a történelem tanulásban is. A tapasztalatszerzés során a tudásukat elmélyíthetik a fiatalok. Szerintem, hogyha például valakinek nincs képzelettereje, így jobban megérti a dolgokat, ahogy látja így élőben, ahogy eljátszák, majd megmutatják. A csütörtöki elméleti előadások után az első és a második világháború katonáinak ruházatát, fegyverzetét ismerhették meg többek között a diákok. Nem konkrét eseményekkel készülünk, bemutató jelleggel, itt alapvetően a felvezető előadásokra támaszkodva a katona felszerelését, fegyverzetét, mindennapi életét, a harctéri életet próbáljuk kicsit közelebb hozni a gyerekekhez. Természetesen úgy, hogy a korhű alakisággal, a korhű felszereléssel és fegyverzettel próbáljuk mindezt bemutatni. A tábor utolsó napján a Pákozdi Katonai Emlékparkban a mai magyar hadsereggel is megismerkedhettek a gyerekek. Balra kanyarodva, lépés, indulj! Egy, kettő, egy. Fegyelmezetten menetelnek a kis kadétok, de ezek már a leszerelés utolsó pillanatai. Pénteken véget ért a Honvéd Hagyományőrző Egyesület tábora. Érdekel ez a magyar katonaság, meg hogy régen hogy éltek, meg hogy a második világháború, meg az első világháború, mik történtek az események.
Pákozdon a Katonai Emlékparkban 1848-tól egészen a napjainkig ismerhették meg a hadtörténetet a táborozó gyerekek. A mai napon pedig itt vagyunk Pákozdon a Katonai Emlékpark és Nemzeti Emlékhely területén, ahol szeretnénk kihasználni azokat a rendkívüli adottságot, amit a park tud nyújtani a gyerekeknek. Annyit azért hozzá kell tennem, hogy ezt nem mi valósítjuk meg mindet. Mi a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Székesfehérvár megyejogú város támogatásával a tábort hoztuk létre, de a városban és a megyében működő hagyományőrző szervezeteket kértük fel, mind a honfoglalás, mind a középkor, mind a huszárság megjelenítésére, és az első-második világháborút pedig a Honvéd Hagyományőrző Egyesület pécsi és győri ifjúsági tagozata eredeti ruházattal, fegyverekkel, felszereléssel, eredeti alakisággal és harcászati szabályzat előírásaival mutatták be és tanították meg a fiatalokat ezeknek az alapvető feladatok ellátására. Mennyien vannak pontosan a gyerekek, vagy voltak ugye a hétnek a keretében, és honnan jöttek? Pontosan 20 fő a tábor létszáma, ez egy optimálisnak mondható létszám. A gyerekek zöme fehérvári, de megkeresett bennünket a Megyei Gyermekvédelmi Intézet, és nevelő családoknál lévő gyerekeket próbált a táborban elhelyezni. Mi természetesen készséggel fogadtuk őket, és ez miatt az egész tábort díjmentessé tettük minden táborozó számára. Nem fordítjuk el jobban a fejünket, mint annyira, hogy a szemünk egy vonalba kerüljön a testünk középvonalába. A magyar hadtörténet 1100 évével 5 napon keresztül ismerkedhettek a 10 és 18 év közötti fiatalok. A tábort várhatóan jövőre is megrendezik. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én bízom benne, hogy szolgáltunk önöknek hasznos és érdekes információkkal. Találkozunk legközelebb is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!